Folytatjuk az előjúpot, a Los Angeles Lakers szezonját megmentheti egy döntés. Ezt írják nagyon-nagyon sokan az amerikai sajtóban, az elmúlt bő egy hét, inkább két hét most már arról szól, hogy az, hogy LeBron James centert játszik, és azóta ellenállhatatlan a Lakers támadásban, 127 pontot átlagolnak, van, hogy dobnak 130-akat egy csomó meccsen, és hát igazából 5-0, amikor ő centert játszik, az előző 6 meccséből 5-öt nyert meg a Lakers, káprázatos, elképesztő. LeBron James minden poszton tud játszani, és ez meg fogja menteni a Lakers szezonját. Mennyire túlreagált állítás ez, akár abból a szempontból, hogy mennyire játszik centert LeBron James, akár annyira, hogy mennyire mentheti ez meg a Los Angeles Lakers szezonját. Mert van, aki szerint ez nagyon jól hangzik, de fele sem igaz, mások szerint meg egyébként úgy igaz, de hát nézzük meg az ellenfeleket, harmadik meg azt mondja Los Angelesben, hogy most lesz jó a Lakers. Én azt gondolom, hogy a Los Angeles Lakers szurkolóinak minden pozitívumra szüksége van. Szerintem ez a fele se igaz kategóriához van inkább közel, hogy LeBron James centert játszik, azért mérkőzésenként 10 darab, 9 darab, 10 darab, 14 darab tripla kísérlet, oké, hogy 2021-ben egy centernél ez belefér, de szerintem az igazság valahol félúton van. A Los Angeles Lakers jó formájához legalább annyira kell, hogy úgy tűnik, és reméljük, hogy ez így marad, hogy Malik Monk felnyű a feladathoz, és van egy megbízható második opciója LeBron Jamesnek, ha pontokat kell szerezni. Ettől függetlenül azt nem lehet szerintem elvenni LeBron Jamestől, hogy elsősorban ő döntött el pályafutása lassan 20 évében, hogy ő milyen poszton játszik. Ő mindig igazából ez a point forwardot szerette játszani, legyen nála a labda, hozzon ő döntéseket. Nekem viszont az emlékezetes teljesítményei közül nem egy olyan van, amikor nem nála van a labda, és amikor LeBron James labda nélkül játszik, az legalább annyira impresszív, mint amikor nélküle. Mondom ezt úgy, hogy ha sorrendben kéne állítani a passz hatékonyság, erő, kreativitás, és még sorolhatnám kategóriákat, akkor rengeteg, akár Hall of Famer irányítót szerintem LeBron James megelőzne azzal, ahogy lát a pályán, és azzal, amilyen erővel és pontossággal meg tudja ezeket lőni. Ettől függetlenül viszont azért látunk olyan jeleneteket, amikor pozícióból dolgozik, amit te 8-10 éve reklamálsz, hogy milyen jó lenne ebből többet látni. Most azért látunk ezekből, alapvonalon pozíciót foglal, lefordul az alapvonal felé, megveri az emberét, mert azért mozgékonyabb, mint egy magas. De aki csak most hall erről, hogy James az elmúlt 5-6 meccsen centert játszott, hogy kell ezt elképzelnie támadásban, hogy kell ezt elképzelnie védekezésben, ha ott egyáltalán el kell képzelni, hogy hogyan más a Lakers játéka most. Kikerül a kezéből a labda, egy kicsit egyértelműbb a hierarchia, hogy mit akar játszani ez a csapat, mert az látszott, hogy két labda domináns játékossal, mint Westbrook és James, kezdeni kell valamit, és amíg nincsen Davis, addig nem tudod semlegesíteni Westbrookot sem, úgyhogy hagyják, hogy egy picit ő szervezze a játékot. Westbrooknak is egyébként vannak mostanában kifejezetten jó meccsei, úgyhogy az, hogy James a pozícióból dolgozik, az szerintem egy tökéletes megoldás. Kedvenc statisztikám az elmúlt időszakból, hogy és sajnos nem emlékszem, mert nem készültem pontosan ebből, hogy hány meccs után nem volt eladott labdája Russell Westbrooknak. 410 meccs után nem volt eladott labdája Russell Westbrooknak egy meccsen. Zseniál, a hét legjobb statja szerint. Igen, 2017-ben volt talán az utolsó ilyen meccs, amikor ezt megúszta. Úgyhogy a Lakers jó, de azért túlságosan nem kell tolni azt, hogy ez majd megmenti a Lakers szezonját. Szerintem ez kb. Úgy igaz egyébként, hogy valaminek ki kellett rángatnia a Lakerst abból a totális apátiából, amiben volt ez a csapat, és arra az időszakra, amíg a Lakers Davis nélkül van így, addig ez egy jó megoldás. A Lakers most elindult, az ellenfelek tényleg alig a leggyengébben védekező csapatai között voltak, nehezebb lesz majd a Lakers programja, de a Lakers jó, James pedig nagyon sokoldalú. Ennek kapcsán ő az első svájci bicskánk, de hoztunk még négyet, akikről azt gondoljuk, hogy valami olyan poszton képesek ők működni, ahol elméletileg azért nem kellene nekik jól működni, olyan pozíciókban olyan szerepeket is be tudnak tölteni, amit elvileg nem nekik kellene, mert a magasságuk, az alkatuk, akár a képességek, az alapvető képességeik nem erre hivatottak, de mégis jók. Hogyha
ehhez a hasonlathoz, vagy metaforához visszatérünk, tehát LeBron James egy olyan svájci bicska, aminek, hogyha megnézed, akkor alapvetően ez a fő kése van a leginkább elkopva, és akkor, amikor elkezd egy nyitogatni, akkor jó, kénytelen kelletlen, de igazából ő egy rambótör szeretne lenni, csak aztán svájci bicska lesz belőle. A következő két játékos viszont épít erre, ebből akar, és csinált magának karriert. Az elsőt úgy hívják, hogy Draymond Green, aki ugye második körös pick volt a Golden State Warriorsnál, és pont LeBron James ellen hát csinálta meg a nevét, hogy egy ilyen anglicizmussal kezdjem, rajta védekezett még újonc korában talán egy fantasztikusat egy mérkőzésen, és akkor LeBron James is már az újoncnak megsüvegelte a teljesítményt, hogy igen, ez nem volt semmi. Aztán LeBron James, bocsánat, Draymond Green, ahogy Steve Kerr megkapta a vezetőedzői posztot, egyre többször került a kezdőötösbe, egyre nagyobb szerep hárult rá, és kiderült, hogy ennek a fickónak nem csak a védekezéshez van motorja, hanem a támadáshoz is van esze. És elkezdett egyre többet az ő kezében kikötni a labda, és az látszott, hogy szuper önzetlen, nagyon jó meglátásai vannak, igazából próbálni kell lassítani a fejét, mert ő már három lépéssel járt előre, míg a csapattársai egy része csak kettővel, vagy éppen egyel. Emiatt azért csak az eladott labdája is Draymond Greennek. De szerintem mindent elmond a játékáról az, hogy összegyűjtöttem a karrier csúcsait. Tehát olyan fickóról beszélünk, aki dobott már egy meccsen 37 pontot, szeret már egy meccsen 20 lepattanót, ebből volt olyan meccs, amikor 10 támadó égított, volt már 19 gólpassza egy meccsen, volt 10 steal-je egy mérkőzésen, blokkból csak 7-ig jutott, és volt egyébként 8 triplás meccse is. És védekezésben egyénileg is, csapatszinten is, mentorszinten is gyakorlatilag képes hosszú távon 3-astól 5-ösig bárkit fogni, rövid időszakokra 2-es-1-eseket vagy 1-az-1-ben, de inkább segítőként, duplázóként semlegesíteni, és támadójátékban pedig nem azért szeretjük, amit a labdával a kezében dob, hanem minden mást. Screen assist, normál assist, és egyáltalán ahogy menedzseli azt, hogy amikor Steph Curry-t elkezdik duplázni, semmi gond, van még egy irányító. És szerintem az, hogy nincs egy elit dobása mindezek mellé, az még külön emeli azt a teljesítményt, hogy ő egyébként tud irányítani, anélkül, hogy elit dobása lenne. És amit mondtál, hogy vannak eladott labdai, hogy vannak, de hogy tavaly 8,9 volt az assziszt átlaga, és emellé volt 3 eladott labdája a csávónak, ami egy 3-1 arány, ez tényleg irányító szintű, nem is rossz irányító szintű teljesítmény szerintem, és ehhez 198 centi, gyakorlatilag aki ismeri a játékát, tudja, hogy vízszintesen ugrik Draymond Green, tehát az sincs, hogy igazából a mezőny fölött játszana, hanem minden észből történik, és ha megnézitek, hogy mindig felemelt fejjel kosarazik, a lepattanó után ugye megspórolja azt a paszt a Golden State Warriors, hogy oda dobnád az irányítónak a labdát, már mehet Curry, és majd Thompson foglalhatja el a helyét, és rengeteg ilyen klippet találtok, ha megnézitek, hogy Draymond Green irányít, a YouTube-on rákerestek, hogy Draymond Green assists, amikor tényleg az van, hogy nincs már annyira egyszerűnek tűnik, mint az egyszer egy. Curry meg Thompson fut szépen a helyére, a könyékbe, vagy az alapvonalra kapják a labdát, Green pedig a legjobb ütemben oda nyomja a labdát, és pontosan tudja, hogy mikor kell adnia, hogy egy tized másodperc még maradjon a dobásra, de az kristály tiszta legyen. Tehát ezek annyira minőségi passzok, hogy elképesztő, és emlékszem még nem tudom hány éve, de amikor a Warriors úgy elkezdett bejönni, de még nem volt kolosszális, emlékszel, hogy egy előbben arról beszélgettünk, hogy top 25 vagy top 20 játékos a ligában Draymond Green, és talán azt szavaztuk meg végül, hogy hát nagyon a határon van, de igen. Szerintem most pont azt néztem, mert nem emlékszem mind a 75 névre, hogy bekerült-e végül a legjobb 75 közé, de hát nem. Ja. De figyelj, szerintem egy közepesen jó ügyvéd bedomálja. Tehát, hogy ott vannak a gyűrűk, ott vannak az évvédő játékos a címek, és tényleg olyan elképesztően sokoldalú fazonról van szó, hogy az, hogy ő amikor visszavonul, akkor hát meglepne, hogyha nem lenne elsőkörös Hall of Famer, és megérdemelten lesz elsőkörös. És majd emlékeztes, hogy az egyik következő svájci bicskánál még dicsérjük meg, így mondjuk nem ez könnyű emlékeztetni, de majd akkor igyekszem én emlékezni. A következőt egy jó ügyvéd hova beszéli be az NBA legjobb játékosai között?
Hát meglepne, hogyha 100-ban lenne. Biztos. Mert ő a kakukk tojás, ő a keményen dolgozó kisember, és igazából a kis közös Google Docsinkban, amikor dobáltuk be a svájci bicskákat, ő bekerült, és hál' Istennek bennmaradt. Nem olyan régen, még most éppen szerintem zuhanyzik a Brooklyn Nets játékosa. Csaminak nagy napja van. Tehát egyrészt ugye 1-3-ról kikapott a Róma, a Spurs hosszabbításban 2 ponttal a Netsről, és itt van, és csinálja, és akiről szeretnék beszélni, az a Bruce Brown, aki ebben a csapatban az igénytelen glue guy, aki 42. pick volt, a Detroit Pistons választotta ki az elmúlt években, ugye az azért néha egyenlő egy halálos ítélettel, hogy ebből egy G-league-es vagy egy európai karrier lehet, és Bruce Brown nem az a feltétlenül az a légiós típus, akire mondjuk Európában elköltik a nagy pénzt, mert amit hoz, az talán megtalálod lehet a saját országodban is. Volt egy gigantikus trade, amikor ő ide került Brooklynba, részt vett benne Sadiq Bey, meg Luke Kennard, meg Landry Shamet, Clippers, mindenki benne volt, és tavaly, hogyha emlékeztek, amikor Hardenért cserélt a Brooklyn Nets, hogy gyakorlatilag kisöpörték a kamrát, a padlást, alig maradt hatrafogható játékos, és körbenézett Steve Nash, és itt volt ez a srác, Bruce Brown, aki kellett a csapatba, hogy elvégezze a munkát, meg hogy ő itt volt már a szezon eleje óta, látta már a figurákat, és hirtelen azt vette észre, hogy egy playoff meccsen kezdő ez a játékos. Volt olyan meccse, amikor teljesen indokolatlan okokból nála kötött ki a labda a mérkőzés végén. Mindenki arról beszél, hogy na, hogyha Kevin Durantnek hosszabb vagy rövidebb a cipője, ha nem Bruce Brownnak adják oda a labdát, talán a harmadik meccs volt ez, akkor is lehet, hogy a Nets jut tovább, de megint csak hozom a sokoldalú statisztikák rovatot, tehát az összes karrier csúcs, nem egy meccsről beszélek, 29 pont, 14 lepattanó, ebből 6 támadó lepattanó, 11 gólpassz, 5 steal, 4 blokk. És csak 4 eladott labda. 193 centi magas a fickó, és mindent meg tudsz oldani, én azt gondolom, egy bizonyos magasság alatt. Pontot tud dobni, Charles Barkley óta tudjuk, hogy lepattanó király lehetsz, akkor is csak 195 centi van, de jó nagy a segged, és tudsz vele helyezkedni. Gólpasszhoz se kell, a blokk az egyetlen, ahol lehet egy-két ilyen highlight blokkot, Dwayne Wade volt erről nagyon híres a maga 198 centiével, 193-mal, és ebből is összehozott 4-et. És amikor a szezon elején megpróbált a magas szerkezettel kísérletezni, Nash kikerült a csapatból, aztán megint itt van, tehát bele tényleg bármit megcsinálhatsz, hozni fogja magát. Igen, ő az, akit kirúgsz az ajtón, visszaugrik az ablakon, és megint odaül az öltözőbe, és mondja az edzőt, hogy itt keresel itt, hát nem most zavartalak, és akkor nyugi, most itt vagyok, majd játszatni fogsz úgyis, és végül rájön az edző, igen, egy elitvédő, tényleg elitvédő, aki bárkit megfog, és emellett meg úgy egy olyan közepes támadójáték, de egy ilyen, tehát ez a klasszikus, te szoktad mondani, hogy minden csapatba kell egy ilyen jó értelembe vett gyökér, de hogy minden csapatba kell egy ilyen ötödik, az ötödik, aki ötödik volt abban a kezdőtösben, amelyik 18,4 ponttal dobott többet 100 támadásonként a playoffban, mint az ellenfelek. És ő pontosan nem kap labdát, nem érdekli. Nem, őt semmi nem érdekli, és a végén mindig rájön az edző, hogy játszatni kell. Viszont nyáron szabadon igazolható, 4,7 millió dollárt keres most szezononként, mennyi az ő értéke? És mekkora lesz a tumultus? Én nem hiszem, hogy eléri majd a 10 milliót. Én azt gondolom, hogy valahol 8 millió környékén. Szerintem megtartja a Brooklyn. Igen? Én rámennék. Nem hiszem, hogy annál többet nagyon ki tud harcolni. Mondom, ilyen kevés ponttal ez nehéz is lenne. De hogyha hosszú távra tudsz egy ilyen tényleg egy olyan Jolly Joker puzzle-t, aki mindenhova be tudod nyomni, az szerintem ebben a csapatban a következő években is hatalmas kincs lesz. A következő szereplőnknél kell elmondanom azt a történetet Draymond Greenről. Ez a szereplő az NBA legkülönlegesebb centere. Centert ennyire tátott szája, hogy mégis mi a frász csinál a pályán, nem nézett NBA-t néző soha, és támadásban mindig elképesztő, virtuóz volt és jó volt, és védekezésben meg egyáltalán nem. És Draymond Green, amikor egyszer nem jutott playoffba, ugye a kettőből a Golden State Warriors, és meghívták szakértőnek a TNT-ben, akkor egy perces videoklipben négy darab jelenetet felelevenítve szanaszét szedte ennek az embernek a védekezését. Azt mondja, itt is rossz védekezik, itt is rosszul, itt is rosszul, itt is rosszul, ha a Denver Nuggets nyerni akar, akkor neki sokkal jobban kell védekeznie. És eltelt egy év, és Nikola Jokic, róla van szó, oda ment Draymond Green az egyik meccs előtt, és azt mondta neki, hogy na figyelj, hallottam ám, amit mondtál, és megfogadtam a tanácsaidat, na jobb védő lettem. És Draymond Green azt mondta, hogy aha,
jobb védő lettél. Szóval Nikola Jokic a következő, akiről tudjuk, hogy döbbenetes. Nemrég volt egy 26 pont, 22 lepattanó, 8 gólpasszos meccse, Charles Barkley óta nem látott ilyet az NBA, és a legjobban passzoló center. Most direkt megnéztem, hogy Karim Abdul-Jabbarnak volt a legtöbb gólpassza a ligában, 4,3-es gólpassz átlag ez, Jokicé 6. A legjobban passzoló centert all time mondod. Igen. 4,3 volt az ő assziszt átlag a meccsenként, Jokic 6-nál tart jelenleg mérkőzésenként, messze magasan ő lesz a legjobb, hogyha ezt végigviszi. Olyan régóta mondjuk már, hogy egy újfajta center poszt van, és mégis, amit Nikola Jokic művel, az egy teljesen külön univerzum. Igen. Igazából ő az 1-től 5-ből az 1-es, 4-es, 5-ös posztot játsza. Tehát irányítani abszolút tud. Jó, mondjuk úgy triplázik, mint egy 2-es. Igazából egy 3-asnak az atletikussága hiányzik a játékából, de megvan a 4-es középtávolia, az 5-ösnek pedig a gyűrű alatt a lábmunkája. Egészen félelmetes, amit Nikola Jokic csinál. Ezen a héten is volt olyan passza. Pont ez? Ez. Pontosan igen. Ami a Philadelphia, nem is a bocsánat, a Sacramento-nak a transition védekezését kicsit kicsúfolja. És értem, hogy elalszik, ha jól látom Len, de hát semmi jel nem utalta. Nem néz oda. Egy center, no look pass, pattintva, forintos labda, menj a fenébe. És én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz majd, amikor 2-3-5 év múlva jönnek már, mint mindig, amikor jönnek az új nevelések. Megjöttek már a Curry nevelések. Milyen lesz, amikor megjönnek majd a Jokic nevelések? Ezt lehet nevelni? A dobást azt meg lehet tanulni szerintem. Azt, hogy, mert hogy ez, ami neki van, és egy kicsit most akkor megint lehet szerintem párhuzamot vonni Draymond Green-nel, az a látásmód a pályán, ami ösztönből jön, amit nagyon nehéz tanítani szerintem. Lehet, hogy jó is neki, hogy ilyen délszlávon, így szabadabban neve, tehát ilyen szabad szellemben nevelik a kosárlabdázókat, és ugye ez belefér, hogy ez gyerekkorodban gyakorold és tökéletes, így, mert nem csapnak a kezedre, hogy neked nem ez a dolgod. Szerintem tanulható egy része. A szándék, az affinitás az mindenképpen, és miközben egyébként a ligából szorulnak ki ezek a klasszikus magas emberek, mindenkinek kell valami extra, ami legyen hozzá. És hogyha neked az, hogy látsz a pályán, és nem csak szívesen passzolsz, hanem még tudsz, ugye André Drummond a másik, aki belül azt hiszi, hogy Draymond Green, bocsánat, Nikola Jokic, csak hát nem jön össze neki. Szerintem lesznek olyan játékosok, akik erre elkezdenek majd kifejezetten gyúrni, hogy oké, nincs meg az atletikussága, mert a másik center típus, ami nagyon működik, ma ilyen is fogunk látni ilyen példát, ez a Capella féle, Jarrett-Allen féle, az irányító összerántja, ott van mögötte szinte mindig az eliup. Ahhoz kellenek viszont rúgók, Nikola Jokic nem lenne olyan jó center ebben a szerkezetben, így viszont tökéletes. A következő szereplőnk pedig régóta nem játszik, és az, az igazság, hogy bármennyire nem színes az ő játéka, de mégis... Ki is hagytam a listából, amikor össze kellett rakni. Igen. És mégis hiányzik az NBA-ből az ő játéka, akármennyire szürkés, vagy akármennyire nem látványos időnként, mert így szoktuk meg az ő játékát, sokáig egyébként feketében és szürkében játszott, az már a múlt, viszont folyamatosan fejlődött, megérkezett a ligába, 1,7 triplát dobott meccsenként, Über rondán, 5 fölé tornázták ezt föl, ezt is megtanulta. Megtanult tempózni, megtanult a betörésekből jól, tehát gyakorlatilag a támadó játékból nem tudunk olyat mondani, ami hiányozna a repertoáriából. Emellett pedig ő az a játékos, aki amikor a 2013-as nagy döntőben LeBron James büntetőt dobni készült a Spurs ellen, és hallotta a dudaszót, hogy csere következik, akkor maga mögé nézett, látta, hogy Kawhi Leonard, és azt mondta, hogy nehogy már. Szóval Kawhi Leonard a következő svájci bicskánk. Én őszintén mondom, hogy nem tudok olyat mondani, amit ő ne tudna elit módon ebből a játékból. Talán egyébként, ha nagyon kell valamit, akkor pont ez a kreatív Jokic-féle, Draymond Green-féle, ez hiányzik belőle. Igen, hogyha össze kéne rakni, ugye a csúcs szezonjában éppen, hogy 5 gólpassz fölött átlagolt, ha össze kéne rakni Kawhi Leonardnek a legszebb passzait, akkor nem ez lenne a következő 10 órás YouTube videó. Lesz belőle 5 passz, de ezek ilyen kis, precíz robotpasszok, ami a valószínűség számítás szerint jól működik, nem azok a virtuóz, zsigeri, zseni passzok, amiket mondjuk ezen a listán szereplő, akár LeBron James, akár Draymond Green, Bruce Brown-t is vegyük ki ebből, vagy Jokicra jellemző. Mi hiányzik neked leginkább Kawhi Leonard játékában, és mennyire hiányzik ő a Clippersből? Ne felejtsük el, hogy a Los Angeles Clippers ma este nélküle, és Paul George nélkül látjuk majd 21 óra 30 perctől rögtön az eliup után a Hawks ellen. Mi hiányzik a játékából?
A játékából nekem nem feltétlenül hiányzik semmi, nekem a személyisége az, amit elismerek, hogy ő ezt az utat választotta, ettől még nekem soha nem fog bekerülni a kedvenc. Én szeretem, hogy egy kicsivel több tök, egy kicsivel több vér van benne. Lehet, hogy nem kell elmenni abba az irányba, mint Draymond Green, aki néha azért tud túl sok lenni, de amíg mondjuk, nem tudom, Nikola Jokic is a pályán egy ilyen szemtelen robot, de kirakod interjúzni, kirakod, akkor látod, hogy azért egy nagyon vicces, meg jó arc. Kawhi Leonard meg, akkor kiviszed a pályáról, ugyanazt csinálja, csak nincs a kezében labda. Igen. De ennyi, nekem nem hiányzik semmi Leonardből szerintem. Ő tökéletes, nem szabad az ő játékába más terültetni, olyan játékosokat kell köré tenni, akik ezeket majd kikompenzálják. És apropó, hogy nincs a kezében a labda, azon gondolkoztam, hogy védekezésben, amikor ő védekezik, akkor ki az, akit nem tud megfogni? Kawhi Leonard is így. Egyes, kettes, hármas, négyes megfogja, tök mindegy, hogy ki az. És akkor eszembe jutott, hogy jó, egy ilyen nagy benga center, azzal lehet, hogy tényleg nem tud mit kezdeni, de arra meg minek pazarolnád az ő védő tehetségét egyébként, soha nem fog olyan embert fogni Kawhi Leonard, szóval védekezésben neki tényleg szó szerint nincs ellenfele. Akit ő nem tud megfogni egyesben, azt más se tudja megfogni egyesben. Tehát mit tudom, azért egy az egyben megfogni egy Curryt, egy Trae Youngot, egy stb. Azért piszok nehéz. De Curryt meg Trae Youngot a legjobban védő kisember se fogja megfogni egy az egyben. Egy jó hírt mondjunk a Clippers szurkolóknak, amellett, hogy ma mutatjuk a csapatokat megint, ugyanúgy, ahogy a Memphis ellen. Clippers hetek vannak. Igen, Clippers hetek vannak. Úgyhogy ma este 9:30 is egy jó kis Los Angeles Clippers Atlanta Hawks mérkőzés. Azt a jó hírt még nem tudjuk mondani, hogy Kawhi Leonard vagy akár Paul George most már visszatérne a Clippersbe, viszont most már azt mondják, hogy Kawhi Leonard esetében nem csak elképzelhető, hogy ebben a szezonban ő pályára lép, ne felejtsük el, hogy szeptember, október, november végig csak ezt mondták, hogy hát nem kizárt, hogy a szezon végén még jön, most már azt mondják, hogy ez egy valószínűbb szenárió, hogy ő március végén, április elején, tehát a playoff előtt visszatér majd a pályára, mint hogy nem. Addig mit kell csinálni a Lakers, a Clippersnek, hogy ez valahogy összejöjjön? Hát bemaradni a 10-ben. Nem maradni valahogy a 10-ben, most ezzel nem állnak rosszul, ugye, mert a Lakers jó szezont választott arra, hogy 50% körül játszom, mert ezzel még 6. helyen tud lenni nyugaton. A Clippers jelenleg 19-21-el, 9. és 4 vereséggel van lemaradva mögötte a Kings, ez szerintem tartható. Az is meglepő, hogy a Clippers negatív mérlege, az is, hogy a Hawks, úgyhogy két bajban lévő csapat találkozik majd a korai mérkőzésen, hajnali 14:30 pedig a Sportegyen jön majd a Golden State Warriors a Cleveland Cavaliers ellen, a reklámszünet után megbeszéljük, hogy mit várunk Klay Thompson visszatérésétől.